Rosamunde Pilcher. Újrakezdés. Magyar hangok. Sipos Eszter Anna, Pap Dániel, Andrész Kati, Forgács Gábor, Kelemen Kata, Lux Ádám, Dolmány Bogdányi Korinna, Berec Kristóf Uwe. A forgatókönyvet írta Christiane Sadló. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Fényképezte Winfried Kleist. Rendezte Dieter Kehler. Mindenképpen meg kell várnunk a geológiai szakvéleményt. Nagyon úgy néz ki, hogy a talaj semmiképpen... Hé, hey, Jeffrey, hozzád beszélek! Ne haragudj, figyelek! De nem ez az egyetlen hely, ahol szakértőkkel. 3 kilométerre nyugatra a parton ugyanilyen rossz a talaj. William, nem jössz enni? Jó, mindjárt! Csak még 2 kör! Nem hallottad? Éhesek vagyunk! Gyere már végre! Gyere! Anya és én és Harris is nagyon éhes már! Jó, megyek már! Gyere már enni! Gyere! Mindjárt megyek! William, Miranda, gyertek végre enni! Hagyd már békén, le fog zuhanni! Gyere! Látod, nem tudom irányítani! Tönkre ment a távirányítója! Nem! Jóságoség! A csodába eddig olyan jól működött. Talán beragadt az irányítókar. A modelltípus hibája. Magára zuhant. Semmi baj, csak a gép sérült meg. De javítható. Ezek szerencsére elég robusztusak. Az én ízlésemnek egy kissé nagyon is. Állandó félelmem, hogy valakinek a fejére zuhan. Ez életveszélyes. Az anyukám egy kicsit félős, ahogy a nők legtöbbje. Mindjárt megmutatom, hogy milyenek a nők. Jesszus. Jaj. Harris, muszáj ezt? Úgy érzem, ma nem a legjobb oldalunkról mutatkozunk, de... Meg kell, hogy mondjam, nekem nagyon tetszik ez az oldal. Nézd, megjöttek a bútorok! Ah, igen, igazad van. Ott! Sajnos mennem kell, viszontlátásra! Még ma berendezzük a szobámat. Ez az átkozott csiszolás ne lenne. A festés utána már mindig gyerekjátéknak tűnik. Nem értem, miért maga fárad ezzel. Miért nem viszi a kerti bútorokat egyszer egy évben Meyershez? Lecsiszolná magának lefesteni, és megjavítaná, ha szükséges, de maga... Én meg csak tétlenül ücsörgök és unatkozom. Tényleg ennyire rosszul ismer Humphrey? Már magam sem tudom. Az már igaz, hogy mindig sikerül meglepnie. Igen, ez a legjobb bennem, nem igaz? Így aztán sosem unatkozunk. Mindjárt hozom a tejáját, Miss Pritchett. Úgy látom, valaki eltévedt. Mindjárt szólok neki, hogy hagyja el a birtokunkat. Jesszus, Humphrey, teljesen elfelejtettem. Azt hiszem, az a költöztető autó Mrs. Milhouse bútorait Mrs. hozza. Mrs. Milhouse?
Igen, tudja, a helyes gyerekekkel. Gyerekek? Mi is volt a kicsik neve? William és... Á, megvan, William és Miranda. Igen, már emlékszem. Állítólag nagyon kedves gyerekek, az unokaöcsém Arnold szerint. Arnold unokaöccse? Jó, és mit keres itt ez a család? Ó, tényleg nem meséltem volna, hogy beköltöznek a kapus házába. Kate Milhouse, Arnold Henry barátjának az özvegye, aki a tavalyi évben halt meg. Lehetséges, hogy elfelejtettem megemlíteni az egészet? Mindegy, most itt tartunk. Kiadtam nekik a régi kapusházat, a... Ennek a kedves Mrs. Milhouse-nak és a kedves gyermekeinek, Williamnek és Mirandának? És a kedves kutyájuknak. Kutya? Ó, nagyon sajnálom. De a kutya nevét tényleg elfelejtettem. A neve teljesen mindegy. A kutya az kutya. Sem a kutyát nem szeretném a kertemben látni, sem a két neveletlen gyereket. Jöjjön, igyon velem egy csésze teát. És bocsánatot kérek. Sajnálom, hogy ennyire feledékeny voltam. Gyerekek! Kutyák! Hál' Istennek éveken át sikerült megúsznunk. Ugye tudja, hogy miért? Mert nem kedveljük őket. Túl sok rendetlenség, túl sok kosz, túl nagy lárma. Nekem nincs kifogásom. Egy kis élet ellen. Igen! Nagyon klasszul néz ki. Hát nem állom szép. De, Harrisnek is jó lesz. Gyertek! Harris, gyere! Harris, gyere! Íme hát, ez az új otthonunk. Gyerünk, foglaljuk is el! Nos, ez lesz az étkezőkonyha nappalink. Ide jön az asztal, oda a polc, és itt hátul. A lépcső az emeletre a többi szobához. Jó napot! Jó napot! Nem akarok sokáig zavarni. Csak szeretném szívből üdvözölni Mrs. Milhouse. Ó, és persze titeket is. Remélem szeretitek a csokis süteményt. Igen, az egyik kedvencünk. Köszönjük. Köszönöm a virágot. Kedves magától. Gyerekek, a hölgy Mrs. Pritchett a főbérlőnk. A fiam William. Jó napot! Jó napot! És a lányunk Miranda. Jó napot, Mrs. Pritchett! Ő pedig a kutyánk Harris. Harris, hát persze. Ó, nagyon szép kutyus vagy. Sajnos el kell mennem. Arnold telefonált. Az elődöm tegnap előtt elhagyta a hotelt. És könyörök, hogy azonnal menjek át. Nem bírja tovább recepciós nélkül. Úgyhogy, ha megbocsát. Egyáltalán nem gond. Köszönöm. Leparkolom a kocsit. Benne hagyom a kulcsot. Kate Milhouse vagyok, az új recepciós. Igazad volt. A fotós megért minden pénzt. Ahogy bevilágította a szobákat, csodálatos. És a szövegek is tetszenek. Vicces, stílusos, kedvet kap tőle az ember. A szöveget én írtam. Persze, ki más? Remek ötlet volt új prospektust csináltatni. Jó napot. Hozhatok valamit? Igen, köszönöm. Kávét kérek. Igen, köszönöm. Igen, Lári. Két. Örülök, hogy át tudtál jönni. Hogy vagy? És a gyerekek? Remekül vagyunk, köszönöm. Csodálatos. Recepciós nélkül a feje tetejére áll a ház. A bátyám hajlamos a túlzásokra, de ezt nyilván maga is tudja. Minden esetre örülök, hogy itt van. Egyébként Vivian Palmer vagyok, Arnold testvére. Örülök, hogy megismerhetem, már annyit hallottam magáról. Maga a hotel PR menedzsere. Amennyire az időmből futja, igen. Képviselő feleségként Vivnek természetesen sok kötelezettsége van. Ennek ellenére rendszeresen nekem adja a drága idejének egy aprócska részét. Amit arra fecsérelsz el, hogy megpróbálsz mindenáron beleszólni a projektjeimbe. Minden esetre nagyon örülök, hogy megérkezett, mert várnak rá a városházán. Szeretnénk megszerezni az engedélyt egy kis fedett uszodára. Szuper! Az ő ötletem. Nekem egyelőre fogalmam sincs, miből finanszíroznék egy új uszodát. Idővel kialakul. Arnold, tényleg indulnunk kell. Pillanat, szeretnék még elmondani pár dolgot. Erre valójában nincsen szükség. Majd csak kitalálom. Menjetek nyugodtan. Biztos? Hagyd már abba, nem hallom? Mindjárt ki. Úgy sem
sikerül. Francba! Harmadszor vagyok itt. Miss Pritchett küldött. Szeretném megtudni, hogy mi ez a nagy lárm. Megpróbálom összerakni ezt a polcot. Szeretném meglepni anyát, ha megjön a munkából. Oda lesz az örömtől. Nem először csinálom. Mindig segítettem apának összerakni a polcokat. Jó, várj! De megpróbáltad összeszögelni a polcot? Ezzel szarvas hibát követtél el. Csavarozz! Csavarozd, hogy ne dőljön össze. Különben nem áll meg. Van csavarotok? Keresd meg John Cage-et. Nála minden van, ami kell hozzá. Na, menj már! Elnézést. Igen? Tudja, hol találom John Cage-et? Sajnálom, nem. Köszönöm. Elnézést. Tudja, hol találom John Cage-et? Ott fönt. Oké, köszönöm. Hey! Már ismerik egymást. Igen, John Cage-et keresem. John Cage-et? Új alkatrészeket venni a repülőthöz? Nem, egész más gondom van. Nincs olyan probléma, amit John Cage le tudna megoldani, gyere! Ezek ötös csavarok, kicsit nagyok, nem? Fogalmam sincs. Egy sima polcot hármassal szoktunk összerakni, ha csak nem betontömböket szeretné rajta tartani. De nem gyűjtesz köveket, ugye? Nem, de az apukám gyűjtötte a kőzeteket. Igen? Geológus volt, tudja? És csak, ez a doboz lesz az. Az apukám már rég összerakta volna a polcot. Vele minden annyira egyszerű volt. És most mi van vele? Meghalt. Tavaly nyáron. Autóba lesett. Most te vagy a férfi a háznál, ez nagy felelősség. Na figyelj, ha szeretnéd, segítek összerakni a polcot. Nem, majd megoldom. Viszek mindenféle csavart, és amire nem lesz szükségem, azt visszahozom. Remek ötlet. James, segítene kérem a csomagoknál? Már is Mrs. Milhouse. Köszönöm. Megkaphatnám a kulcsomat? A 12-es. Na hát, nem is reméltem, hogy ilyen hamar viszont látom. Azt hittem, épp rendezkednek. Igen, ma este, holnap este. Valószínű a következő hónapban minden este. Ez azt jelenti, hogy hiába is próbálnám meghívni vacsorázni? Nem hiszem. Mint látja, a munka, a költözés, a gyerekek. A kutya, szívesen segítek a pakolásnál. Jó a kézügyességem. Majd csak megoldjuk. A fiam is segít. Mindig számíthatok rá. Elnézést. Norse Code Manor, jó napot! Egy-két ágyasat? Végre! Vivian! Nem éppen a gyógyszerész kongresszus megnyitóján kéne lenned? A férjecskét oldalán. Tony elintézi egyedül. Sajnos súlyos migrénrohamom van. Súlyos. Pedig imádom a gyógyszertárakat. Az a sok izgalmas történet a balzsamokról is. Csak 7 óráig érek rá. Tony is utálja a gyógyszeripart, ahogy én. Az tökéletes. 8-kor találkozom vele. Mike Grant-tel, a mérnökkel. Ne vesztegessük az időnket. Azt mondtam, tűnés innen! Menj innen, te gonosz dög, nem hallod? Add vissza a görebjémet! Elég! Azt mondtam, menj innen! Teljesen tönkre teszed a szép kis kertemet! Menj innen, te szörnyetek, te! Mi ez a veszekedés? Most nézze meg, hogy mit művelt ez az állat! Rettenetes! Rossz kutya! Ez nem szabad! Ne kiabáljon Harris-szel! Csak a vakondot akarta kiásni. Vakondot? Nálunk nincsenek vakondok. De ezt Harris nem tudja. Miért nem magyarázta el neki? A kislánynak igaza van, Humphrey.
A kiabálás tényleg nem vezet sehova. Na, szívecském, hozhatok egy kis kekszet? De csak a Harris is kap belőle. Ez csak természetes. Egy ilyen nagy vakondvadásznak ki jár a jutalom? Gyere! Harris! Maga is jöhet ám, Humphrey. Már is ott vagyok, kegyelmes asszonyom, a legnagyobb örömmel. Amint sikerült, eltüntettem az ebb ásatási munkálatait. Ez a keksz nagyon finom. Nagyon megkedveltem Mrs. Pritchettet. Vegyél egyet! Nem kérek, össze kell raknom a polcot, de ez a hülye csavar nem akar bemenni. Mint a kicsit ferde lenne. Igen, én is látom. Megkérdezem Humphreyt, hogy segít-e? Bolond vagy? Nem vetted észre, hogy utál minket? Jó, akkor ma nem lesz meglepetés az anyunak. Igen. Szia, mi újság? Igen, értem. Rendben, ne aggódj, már is ott vagyok. Oké. Sajnálom, mennem kell. Végre van egy kis időm, és el kell menned. Nagyon sajnálom. Elfelejtettem egy fontos dolgot. Majd felhívlak. Jó estét! Jó estét! Na, milyen volt az első munkanapja? Egész jó. Még van egy kis gondom a számítógéppel, de belejövök. Biztos vagyok benne. És mit gondol? Van kedve egy teához? Elméletileg igen. De nem lenne kedve inkább átjönni vacsorázni? A konyhát még nem rendeztük be, de mesterien improvizálok. Szívesen. Viszek salátát, és talán maradt egy kis csirke is. Ki tudja, ki jön még. Szuper. 8:30. Jó. Megbeszéltük. Ez készen vagyunk, szép munka! Gyere te is! Már megint maga? Anya, anya! Jeffrey segített összerakni a polcokat. Örülsz neki? Ez csoda jó meglepetés. Szuper! Jeffrey nélkül nem ment volna, még akus csavarozónk sincs. De szerencsére magának volt, és véletlenül összefutott a fiammal. Fogjuk rá! De valójában azért lopakodott be, hogy megnézze, be van-e már rendezve a konyha. Eltaláltam? Ó, igen, itt maradhat Jeffrey vacsorára? Miért ne, ha már egyszer itt van? Sajnálom, ma nem lehet. Fontos tárgyalásom van. Munkaügy. Nem lehet arrébb rakni? Sajnos nem hiszem. Sajnálom. Jó, akkor nem. De később bepotolhatjuk, jó? Találunk rá alkalmat. Arnold, örülök, hogy mégis ideértél. Szép jó estét. Rózsa, imádom a rózsát. Vacsorázol velünk? Spagetti van, és Miss Pritchett isten is salátát csinált. Épp vacsorából jövök. Köszönöm. Szia, nénikim. Kíváncsi vagyok, mit ettél. A szakácsom elég ügyes, tudjátok? De az én anyukám a legjobb. Ez könnyen meg lehet. Halljam, hogy vagytok? Jól. Tetszik a ház? Igen. Hoztam nektek valamit. Tessék, ez Williamé. Á, köszönöm. Ez Mirandáé. Köszönöm, Arnold. Isaac Devon turista kalauz. Exmoor felfedezése. Biztos szép könyv. Igen, köszönöm Arnold a szép filmet. Biztosan nagyon érdekes lesz. De a szülinapomra egy babaházat kérek. Mikor van a születésnapod? Szeptember 15-én. Akkor kapom meg a babaházat apától, mert megígérte nekem. A 6. szülinapomra megkapom a szép babaházat, amit apa saját kezűleg épített.
És? Elégedett vagy? Nagyon jó döntés volt. Ideje volt eljönnünk Londonból, az emlékeimtől. Őszintén szólva, nem is reméltem, hogy egyből elfogadod az ajánlatomat. De most itt vagy. És én örülök neki. Valójában várni akartam ezzel egy kicsit, de nincs rá semmi indok. Két. El tudnád képzelni, hogy hozzám jössz? Arnold. Szeretlek, te is tudod. Azóta, hogy Henry bemutatott nekem. Sok-sok éve. De akkor még a felesége voltál. Ám most... Henry már egy éve halott. Biztosan nem akarná, hogy te és a gyerekek, hogy egyedül maradjatok. És a legjobb barátja voltam. Most meg a mi legjobb barátunk vagy. Nagyon hálás vagyok neked, hogy törődtél velünk Harry halála után. De... Még nem tartunk ott. A gyerekek még mindig gyászolják az apjukat, és én is. De van esélyem. Tudod, milyen nagyra tartalak. Hihetetlenül kedves vagy. És hogy állást ajánlottál, nem is tudom, hogy köszönjem meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Árulj el, minden nap ilyen korán kell? Meg szerettem volna lenni, tessék! Egy kosár tele reggeli alapanyagokkal! Ehhez korábban kell felkelnie. 7:30 kezdek a szállodában. 7:30? Arnold Talbot egy rabszolgatartó. Akkor mit csinálják a zsömlével, a tojással, a szalonnával? Nem is beszélve erről az isteni ananászról. És hogyha megenné? Vagy piknikezünk egyet lent a parton. Romantikus lenne, csak mi ketten. Sajnálom, de magával mi van? Nincs semmi dolga? De hogy is, rengeteg. Az irodám elindult egy pályázaton az új parti út építésére. Néhány kilométerrel arrébb. És jók az esélyeik? Az esélyek? Szerintem jók. A mi esélyeink eléggé jók. Nos, mennem kell. További szép napot. Igen? Jó reggelt, William! Jó reggelt! Maga meg hogy kerül ide? Gondoltam, a hugoddal esetleg van kedvetek velem reggelizni. Már megreggeliztünk. Sajnos. Semmi baj, akkor eltesszük holnapra. Ó, egészen otthonos már a ház. Lássuk, csak segíthetek még valamiben? Gyakorlatilag készen vagyunk. De van még valami, amihez kéne a segítsége. Az apám meghalt, mielőtt befejezte volna. Miranda 6. születésnapi ajándéka lett volna. Megígérte, hogy megkapja. Még nagyon sok munka van vele. A sok apróság, lépcső, ablak. Igen. Miranda nagyon csalódott lesz, ha nem kapja meg. Szeptember 15-e pedig vészesen közeledik. Miranda hol van? Hogyan? Csak hogy ne lepjen meg minket munka közben. Miss Pritchettnél van. Mrs. Milhouse. Alszik. Remélem nem zavarta nagyon. Úgy beszéltük meg, hogy William fog rá figyelni, amíg el nem kezdődik az óvi és az iskola. Nem probléma. Nagyon édes kislány. Még egy kérdésem lenne. Lenne egy harmadik kulcsa is? Nem ártana, ha mindenkinek van. Igen, megnézem. Toszkána,
Csodás. Utazást tervez? Fiatal lányként sok nyarat töltöttem a szüleimmel egy pici faluban, Siena mellett. Álom szép volt. Néha elgondolkozom rajta, nem kéne öreg csontjaimat felmelegíteni a toszkánai napsütésben. Olaszország mindig nagy szerelmem volt. Maga is láthatja a kertemen. El akarja hagyni ezt a házat? Szép ház, nem igaz? Igen. De eljön az idő, amikor valami újra vágyunk. Meg tudja érteni? Természetesen. Ráadásul Toszkánában csodás villák vannak. Romantikusak, tele kultúrával. Nyáron elviselhetetlenül meleg, télen nedves. Tessék a kulcsa. Köszönöm. Arra gondoltam, hogy Arnoldra hagyhatnám a házat, ha elmegyek. Nem túl nagy egy személynek. Remélem, hogy már nem sokáig marad egyedül. Arnold abban a korban van, hogy akár családot is alapíthatna. Nem gondolja? Nem tudom. Tudja, hogy Arnold arra számít, hogy hozzámegy. Magának és a gyerekeknek. Tökéletes lenne ez a ház. Őszintén szólva, nagyon kedvelem Arnoldot. Nagyon jó barát. De nem gondolok férjhez menet erre. Azt is elmondta, hogy nagyon boldog volt a férjével. Igen. Henryvel nagyon szerettük egymást. És ezért egyszerűen még nem tudok kapkodni. Majd csak kialakul. Szeretném, ha tudná, hogy nekem tetszik a gondolat, ha maga is a gyerekek élnének a házamban. Nagyon kedves öntől. A ház álom szép. De a másikban is kiválóan érezzük magunkat. És borzasztóan örülnénk, hogyha nem költözne el. Kedves, hogy ezt mondja. De mégiscsak azt hiszem, hogy életem végén szeretnék kicsit többet látni a világból. Olaszország tárt karokkal vár. Mi a baj? Nem tudtak aludni? Miranda csak forgolódik az ágyában. Nagyon fél a holnaptól. Á, kicsiké. Biztosan tetszeni fog az óvoda. Ne aggódj miatta. És most irány az ágy, hogy holnap kép ilyenten ébredj. Csak nem azt mondjátok, hogy... De, ide bújjunk! Na jó, de csak 5 percre. Szerintem nagyon jó lesz itt, és Miss Pritchett is szuper kedves. Igen, szerintem is. És Jeffrey, ő hogy tetszik? Olyan aranyos, és még felesége sincs. Ne mondd! Igen, és ért a gyerekek nyelvén. Elmesélte, hogy volt egy ikertestvére is. Mindig együtt voltak, éjjel-nappal. De aztán a testvére meghalt, és nagyon szomorú volt. Ó, szegényke. Igen, szegényke. Nagyon kedvesnek kell lennünk, ha elmegyünk vele vasárnap hajókázni. Persze, miért is ne? Én is akarom. És menni fog? Meg akarom tanulni. Klassz gyerekek. Nem is csoda, ilyen anyukával. Juhú! 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 Köszönöm, csodálatos volt.
Remélem, hogy szép hosszú nyarunk lesz, hogy gyakran szervezhessük ilyen napokat. Habár az őszi viharok is nagyon szépek. Parázsló kandalló előtt egy pohár borra, ahol eltervezhetjük a következő nyarat. Azt sem tudom, hogy holnap mi történik. Remélem, boldog leszel. Egész éjjel rád fogok gondolni, Kate. És várom, hogy újra láthassalak. A magáé, Mrs. Milhouse. Köszönöm, Charlie. Jól aludtál? Jó reggelt, Kate. Mr. Hines, minden rendben? Igen. Holnap prezentáljuk az ajánlatunkat, és a hétvégén megszületik a döntés, hogy kiépíti az új utat. Nagyszerű, sok sikert. Bejönnél, Kate? Át kell néznünk a foglalásokat. Csinos, de nem neked való. Arnold akarja elvenni. Mennem kell. Megkapod azt a megbízást. És beköltözöl az álomházba, amit választottam neked. Ne ígyunk előre a medve bőrére. Pedig már arra álmodom, hogy a medvebőrön fekszünk. Tony két hétre Londonba utazik. Átjössz hozzám? Nagyon sok az előkészíteni valóm a holnapi nagy prezentációmra. A döntés már régen megszületett. Vagy azt hiszed, Tony keze nem ér olyan messzire? Hogy? Nem tettem többet, csak megmozgattam a kapcsolataimat. Remélem, a segítséged nélkül is megkapom a megbízást. Szia! Egyedül vagy? Igen, szia! Tapéta, bútor, festék, minden. Tessék! Épp házi feladatot írtál? Nem. De előbb tegyük be az ablakokat. Nincs annyi időnk, de ha gondolod, kimehetünk a pajtába. Betesszük az ablakokat. Rád marad a tapéta és a festés, jó? Jó. Na? Oh-oh. Az anyukád, gyorsan pakoljunk el. Gyorsan, gyorsan. És tedd félre. Úgy, gyere oda. Szia. Szia. Na? Ti meg mit csináltok? Matekozunk. Nem értett valamit, és megbeszéltük a problémát. Matek probléma? Mióta van gondod a matekkal? Hát tudod, itt előrébb tartottak, és nem értettem valamit. Igen, de már érti. Most bennem kell. Na, sziasztok. Szia. Még van egy kis megbeszélni valunk. William, lennél kedves felvinni a táskámat? Mindig én. Kérlek. Most következik a hegyi beszéd. Azt hiszem, egy kicsit féltékeny vagyok. Lehetséges, hogy több időt töltesz a fiammal, mint velem? Hogyha így érzed... Ezen sajnos változtatnunk kell.
Halló, Vivian? Én vagyok. Azonnal beszélnem kell veled, sürgős. Igen, tudom, hogy még nagyon korán van, de... Jó, legyen kettő. Mondd meg, hol. Kettőkor a Petszói úton. Jó, ott leszek. Can get no on a respect this picture on a dear. I can get no on a satisfaction. And the fine. And the fine, the fine, the fine, the fine, the fine. And don't get no satisfaction. Ah! Gyertek ki! Gyertek ki, gyertek ki! Már láttalak titeket! Nézzétek meg, mit műveltetek itt! Végre kiporszívoztam, és most kezdhetem az egészet előről! Szerintetek ez vicces? Igen, nagyon vicces. Szerintem kicsit sem vicces. Humphrey nem ártott nektek. Miért nem hagyjátok békén? Vissza kell mennem a suliba. Gyere, Harris! Gyere! Jobban akartuk hallani, hogy mit énekelsz. Hogy jöttél ide? Taxival. Gondoltam, innen együtt megyünk tovább. Barnstaple-be, moziba. Sehová vagy... sem megyünk. Vivian, beszélnem kell veled. Nem akarom. Legalább hallgass meg. Nem akarom hallani. Nem érdekel, hogy mit mondasz. De tudd meg, hogy nem engedlek el. Mindketten tudtuk, hogy ennek nincs jövője. Nagyon szép volt, ahogy volt, de ennél több nem lehetett. Jeffrey! Szeretlek. Ha akarod, simán elválok Tonytól. Bármikor lemondok róla. A férjedről lehet, de a társadalmi helyéről soha. Ne ártasd magad. Mondd, ennyire kellettem neked? Azt hiszed, megszerezted a szerződést, és most már eltűnhetek? Szükséged van rám. Nem állíthatsz csak itt sarokba. Nagyon-nagyon tévedsz. Nem bírom tovább. Nagyon sajnálom, de... vége van. Ezt nem teheted meg velem, te szemét! Gyűlöllek! Vivian! Hé, hey, mit művelsz? Vivian! Vivian! Jézusom, ne! Harris! Ne! A francba! Baleset történt! Ne, William! Sajnálom! Te voltál! Te ölted meg
Harry! William, hidd el! Nem én voltam! Hát kicsoda! William, nem én voltam! Kérlek, hidd el nekem! Hagyd békén! William! William! Mi? Elütötted? Jézusom! És most hol van? Egyből elrohantam vele az állatorvoshoz, de már késő volt. De hát hogy lehet? Az én autómmal történt. Kiszaladt a kocsim elé, és baleset volt. Két rettenetesen sajnálom. William már tudja? Azt hiszem sokkot kapott, egyszerűen elrohant onnan. De francba, két, nem tudtam, hogy mit csináljak. Azonnal haza kell mennem Williamhez. Jó napot! Úristen, történt valami? Mi a probléma? Azonnal hazamegyek Williamhez, megmondaná Arnoldnak, később majd telefonálok. Természetesen. Nyilván nem ezt akartam. Remélem, elég okos vagy, és kihagysz a játékból. Nem engedhetem meg magamnak a botrányt. És Tony sem a választások előtt. Nyugodj meg! Én is nagyon szeretném, ha senki sem tudna rólunk. Harris! William! Szeretnék beszélni Williammel. De nincs itt. Azóta nem jött haza. Hogy? Mégis hol lehet? Bárcsak tudnám. Fogalmam sincs, nem is ismeri a környéket. És Miranda? Már tudja? Miss Pritchettnél van. Felhívtad a rendőrséget? Igen, de azt mondták, hogy még korai a kereső akció. Folyamatosan azt várom, hogy hazajöjjön. Merre felé kerested? A parton, a szirten, még az iskolában is, a kertben. Mindenhol. Jól, elindulok, hát ha több szerencsém lesz. Veled megyek. Ne, inkább ne. Legyen itt valaki, ha hazaér. Jeffrey, ha a fiamnak valami baja esett, sosem fogom megbocsátani. Gyere, együnk valamit. Annyira élvezem, ha van pár perced a számomra. Szegényké, a sok stressz. Igen. Vagy? A szennyvíztisztító, a Hamptoni buszpályaudvar, az új parti út. Á, igen, tényleg. A parti út. És ki kapja a megbízást? Még nem született döntés. De úgy néz ki, hogy Jeffrey Haynes barátodnak van a legtöbb esélye. Á, Jeffrey. Valójában nem annyira jó barátom. Ellenkezőleg. Remélem nem befolyásol, hogy régóta ismerem. Vigyázni kell az ilyesmivel. A sajtó egyből megcsalást gyanítana. Egyébként nagyon érdekes műsort láttam a tévében erről a máltáni új hídról. A tervezője Alexander White. Ha jól tudom, ő is beadta az elképzelését a parti útra. Engem elbűvöltek az ötletei. Egyedi. Ő is lehetne a nyertes. Az én szavazatomon múlik. Szerintem szenzációs mérnököt találtunk. Gyere, menjünk enni. Remélem, Francis ma szerzett friss homárt. Jó napot, Mr. Palmer. Üdvözlöm, Mrs. Palmer.
William! Anyukád aggódik érted! Gyere haza! Csodálom a nyugalmáért. Az az ember érzése, hogy nem is érdekli a fiú. Tudja, milyen jól le tudom foglalni magam. Természetes, hogy aggódom. És úgy látom maga is. Alig ismerem azt a fiút. Ennek ellenére aggódik miatta maga morgós mackó. Igen, tessék. Nem bírom már egyedül. Jöjjön be, kérem. Köszönöm. Nem kér egy teát? Köszönöm, de nem maradok. Itt a mobilom, és hagytam egy cetlit az asztalon Williamnek. Minden rendbe fog jönni. Kérem, ne aggódjon ennyire. Mindig olyan körültekintő és felelősségteljes. Harris volt a kedvence. Még az édesapjától kapta. Nagyon is jól tudom, hogy mi zajlik benne. William okos fiú. Talán csak egy kicsit egyedül akar lenni a bánatával. A fiúk nem szívesen mutatják ki az érzéseiket. William! Édes Istenem, add, hogy ne essen baja. Felrobbantják a sziklát! Hey! Ne robbantsanak! Kezdjük a visszaszámlálást. Várjanak! Ne robbantsanak! Várj! Mintha egy kisfiút látnék! Jézus, semmiféle fiút nem láttam. Gyere le onnan! Nem! Tűnj innen! Megölted Harris-t! Hagyd békén! Gyere ki onnan! Nem! El kell mennünk! Nem! Gyere már! Hagyd békén! Megölted Harris-t! Szedd össze magad, vagy a levegőbe akarsz repülni! Gyere! Mr. Heinznak köszönhet ez az életed, mert nélküle nos, most nem ülnél itt. William! Hogy vagy kicsit? Eléggé átfagyott és nagyon megijedt, de különben... Annyira aggódtam miattad. Biztos semmi bajod? Megfagyom, de nagyon fázom.
Istenem, William. Williamnek tüdőgyulladása van. A sziklán töltött éjszaka megtette a magáét. Antibiotikumot írok fel neki. És 2 hétig ki sem kelhet az ágyból. Figyeljen oda, hogy sokat aludjon, sokat igyon, és ne erőltesse meg magát. Hamarosan lábra áll a fiú. Természetesen. Azonnal itt vagyok. Na, mi az? Na. Tudom, hogy rettenetes időszak ez. Harris. Jeffrey megölte a kutyámat. Nekem is hiányzik Harris. De Jeffrey azt mondja, hogy nem ő volt. Akkor hazudik. Én is láttam. Hogy mondhat ilyet? Ne izgass fel magad, csak nyugalom. Ha jobban leszel, megbeszéled Jeffreyvel, és mindent elmagyaráz, egész biztos. Soha többé nem akarom látni. Tűnjön el innen. Nagyon köszönöm, viszontlátásra. Nagyon szívesen. Kate! William, hogy van? Tüdőgyulladása van. Beszélnem kell vele. Jeffrey, William meg van róla győződve, hogy te voltál, és nem érti, miért hazudsz neki. De nem hazudok az Istenért, Kate, én megmondanám, ha én lettem volna. Nem én voltam, nem én ütöttem el Harris-t. De akkor ki volt? Azt nem mondhatom meg. Bárcsak elárulhatnám, de nem lehet. Bíznod kell bennem. Harris... 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 William! Semmi baj, William. Anya... Rosszat álmodtál. Tudom, hogy fáj. De elmúlik. Azt hittem, hogy Jeffrey a barátom. Már kezdtem megkedvelni. Baleset volt. Az mindegy. Az ő hibája. Ő ölte meg az én Harris-emet. Soha többé nem akarom látni. Anya, mondd, hogy nem kell többé viszont látnom. Williamnek hoztam. Hogy van a fiú? Arnold! Minden rendben lesz. Összeházasodunk. Tessék, asszonyom, itt is van. Köszönöm. Viszkije. Jenna, csinálna nekem egy nagy viszki? Igen, természetesen, azonnal, uram. Arnold! Hát te meg hogy nézel ki, bátyuskám? Miért? Hogy nézek ki? A rossz, nem kifejezés, mint akit valami katasztrófa ért. Tönkre mentél? Á, nem. Nagyon csalódtam. Két nem lesz a feleségem. És miért nem? Nagyon jó parti vagy.
Mi többet kívánhatna magának egy özvegy két gyerekkel? Vagy talán mást szeret? Azt nem hinném. Álomvilágban éltem eddig. Sosem állt szándékában hozzám jönni. Mindig csak a férje jó barátját látta bennem. Véleményem szerint túl gyorsan feladod. Egy ilyen nőt, mint két körbe kell rajongani. Türelemmel, fantáziával. Bátorság, Arnold. Amíg nincs más barátja, nem veszítettél. És most irány az ágy. William! Mindent nagyon sajnálok. Meg tudom érteni, ha mérges vagy rám, de kérlek, adj egy percet. Szeretném elmondani, mi történt. Nagyon rosszul vagyok. Az út? A városba bevásárolni. Nem lesz az egy kicsit messze neked? Mindegy. Mit szeretnél vásárolni? Ajándékot a bátyámnak, mert rettenetesen szomorú. Ide figyelj, elfelejtettem Miss Pritchett kekszét. Magammal vihetnélek. Tessék. Köszönöm, kedves Humphrey. Az a repülő, ott fönt, mennyibe kerül? Az biza 10 font. De nekem sajnos csak 8.40-en van. Egy pillanat. Azt hiszem, tévedtem. És valóban. Tényleg csak 8.40. Jó, akkor megveszem. Kérhetnék hozzá ajándékcsomagolást? Természetesen. Tudna nekem egy kis pénzt kölcsönözni? Nagyon szeretném meghívni egy fagyira, mert olyan kedves volt, hogy elhozott egészen idáig. Mennyire gondolta, kisasszony? Ez egy barátságkehely. Klassz, nem? A legnagyobb kedvencem az eper, de a csoki is finom. Humphrey, maga is egyen, tessék! Na, Humphrey, új kedvence van? Mit szól majd Miss Pritchett? Nagyon vicces, James! Ha, ha, ha! Nagyon finom fagyi. Ilyet szeretnék a szülinapi zsúromra is. Magának is jönnie kell, hogy megnézi az új babaházam. Vallja már be végre! Kedveli a kislány? A kislány egyszer magában ment az úton. Ez veszélyes. Felelőtlenség lett volna, hogyha nem veszem fel az autóba és viszem be. Tessék! Jöjjön! Jó estét! Jöjjön csak be!
Elnézést kérek a zavarásért, de van egy kis gond. Az orvos ma kint volt Williamnél, és azt mondta, még pár napot maradnia kell. De sajnos nem hiányozhatok ennyit a szállóból. Miranda pedig mesélte, hogy milyen kedvesen segített neki Humphrey. Arra gondoltam... Elnézést, de ez nem tartozik a munkakörömbe. Jaj, hagyja már, hogy két elmondja, amit akar. Jöjjön, foglaljon helyet. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy ránéznek-e néha Williamre, amíg a hotelben vagyok. De közben már rájöttem, hogy mégsem olyan jó ötlet. Ó, természetesen átmegyünk. Nem, természetesen nem megyünk. Nem értek a gyerekekhez. Beteg gyerekekhez, meg főleg nem. Sajnálom, de nem vállalhatom a legjobb szándékkal sem a felelősséget. Jó reggelt. Jó reggelt, Mr. Morrison. Tessék a kulcsom. Elkészítenék, kérem, a számlámat. Reggeli után elutazom. Ez csak természetes. Viszontlátásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Örülök, hogy magát is látni néha. Egyből ki is állíthatja Mr. Morrison számláját. Köszönöm, hogy beugrott helyettem. Nem egyszerű, ha egy beteg gyerek vár otthon. De gondolom már jobban van. Sajnos nem. Nagy lelkiismeret furdalásom van, hogy magára hagyom, de... Nem tehetek másként. Nos, teljesen megértjük a problémáját, de a gyerekvállalás gondokkal jár. Hello, Kate. Hello. William, hogy van? Nagyon lassan gyógyul. Ha bármit tehetek érted, akármit, köszönöm, én nagyon szívesen. Köszönöm, meg vagyunk. Szívesen benézek hozzátok holnap. Láttam egy klassz új modellt, szívesen megvenném neki. Sajnos nem lehet. William nem akar látni. Kate, kérlek. Nem. Nekem is mennem kell. További szép napot. Igaz? Mi adta? Két Milhouse? Sajnálom, nincs erre időm. Jeffrey, két gyereke van. Én is észrevettem. A bátyámhoz kéne mennie, illik is hozzá. Mit akarsz te tőle? Ezt pontosan tudom. Feleségül akarom venni Kétet. Együtt élni vele és a gyerekeivel. Szeretem. És ha mindebből semmi sem lesz, az csak is miattad van, mert én idióta túl kedves vagyok, és nem akarok nehézségeket okozni. Arnold. Igen? Jó, hogy találkozunk. Sürgősen mesélnem kell valamit. Micsodát? Mindent felírtam. Természetesen visszaigazoljuk a foglalását. Örülünk, hogy minket választott Lady Sandup. Viszal! Két. Beszélhetnénk egy pillanatra? Természetesen. Az a helyzet... Nos, el kell, hogy bocsássalak. Felmondasz nekem? Kénytelen vagyok. Nem megy másképp. Sajnálom. Még próbaidőm vagy, úgyhogy... Holnap már nem is kell jönned. Pillanat, Arnold, ezt nem teheted. Arnold, kérlek! Megkaphatnánk a szobakulcsunkat? Igen. Tessék. Heinz tervezőiroda. Igen, Jeffrey Heinz vagyok. Micsoda, ilyen nincs. Mindenki az én ajánlatomat támogatta, hogy mégis Alexander White kapja. Hogy mondta? Tony Palmer rászavazott, így született meg a döntéshez. Igen, világos.
Kate! Baj van az autójával? Magunkkal vihetjük. A városba megyünk. Köszönöm. Inkább sétálok. Jót tesz a levegő. Minden rendben? Semmi sincs rendben. Arnold ma elbocsátott. Jó, de... De miért? Állítólag túl sokba kerülök. És most? Fogalmam sincs. Kénytelen leszek új állást keresni. Nem gondoltam volna, hogy ekkora szemétláda vagy. Jeffrey! Szia! Mit ünnepelünk? Gondolom már rég megszületett a döntés. Ne tégy úgy, mintha nem tudnád. A te férjed volt, aki Alexander White-ot választotta. Így persze simán vesztette. Tony, ezt el sem tudom képzelni. Mert végig azt sugalmaztam neki, hogy te vagy a legmegfelelőbb erre. Alexander White soha nem került szóba. Vivian! Nagyon gonosz játékot űzöl. Nem hittem volna rólad. Én nem játszom, Jeffrey. Komolyan gondolom. Gyere vissza hozzám, és minden rendbe jön. Megígérem. Ellopta az ezüst kanalakat? Hogy mondod? Kate Milhouse. Miért dobtad ki? Erre gondolsz. Nos, a szálloda anyagi ügyei nem egészen... Badarság. Külön idehozattad Londonból őt és a gyerekeit is. És most jössz rá, hogy nem tudod fizetni. A szállodának jól megy. Sőt, nagyon is jól. Különben nem azon gondolkoznál, hogy uszodát építess. Legyen az én dolgom, hogy vezetem a szállodámat, jó? Ugye nem gondolod, hogy ölbetett kézzel nézem, hogy bolondá tedd magad? És ezt a kedves nőt a kétségbeesésbe sodord? Arnold! Már érkezett is néhány nagy reményű jelentkező. Eugenia néni, de kedves! Szia! Eugenia néni szeretné tudni, hogy miért raktuk ki Kétet. Mert hazudott és megcsalta. Arnold csak azért adta neki a munkát, mert eljátszotta, hogy szereti és hozzá akar menni feleségül. Aztán simán elhagyta, mert összefutott egy másik férfival. Kérlek, Arnold talán nézze végig, hogy a nő, akit szeret, itt a szállodában randizik másokkal? Valóban? Így történt? Na jó, más férfiakkal... Tudjuk, hogy ezt csinálta. Azért ezt erős túlzásnak érzem. Kate Milhouse-nak viszonya van ezzel a Jeffrey Hines-szal. Ez az igazság. Aki a te szállodád vendége. Kate Milhouse és Jeffrey Hines. Miért ne? Jól összeillenének. Én ezt nem értem. Mi a probléma az én ajánlatommal? De kérem, nézzék meg még egyszer. Nagyon jó. Rendben, várok, mást úgyse nagyon tehetek. Jó napot, a nevem Jeffrey Hines. Tony Palmer képviselő úrral szeretnék beszélni. A felesége jó barátja vagyok. Jó napot, Humphrey! Szervusz, fiam! Ide nézz! Mennyi finomságot hoztam át neked? Kedves tőled! A mai kínálat leves, saláta, egy kis csirke, és desszertnek, tararará! Fagyi? Bizony, fagyi! Sokkal finomabb, mint a szendvics, amit anyu hagyott itt. Egy kicsit... Jó. Ma a fagyival kezdheted. Á, köszönöm. A betegeknek szabad. Ó, hát magát is látni. Vittem a fiúnak egy kis levest. És előtte? Kedvesem, egész délelőtt hiába kerestem. Mirandát is le kellett vinni az óvodába. Ha lenne a számomra pár szabad perce, felmenne a padlásra és lehozná a bőröndöket? Igen. A döntésem végleges. Olaszországba költözünk. Nem. Lady Summers írt nekem. Bérelt egy villát Arezzo mellett, az egész emelet. Csak a miénk lenne. Gyűlölöm Olaszországot. Ó, badarság. Október elején már a teraszunkon ülünk, és az első kapucsinónkat isszuk. Anyu, ide néz!
Én magam sütöttem. Miss Pritchettnél. Humphrey is sokat segített benne. Ah, de finom lett. Tudod mit? Vigyél a bátyádnak is egy szeletet. Örülni fog neki. Igen, örülni fog neki. Ajaj. Meg akartam kérdezni, hogy van. Talált már új állást? Úgy van, ahogy gondoltam. Egy egyedülálló anyát nem szívesen alkalmaznak. De csak találok valamit. Adhatok egy teát? Nem, köszönöm, most ittam. Biztosan talál majd valamit. Még azt akartam mondani, hogy a lakbér miatt ne aggódjon. Majd fizet, ha megtalálta az új állást. Tekintse kölcsönnek. Maga annyira kedves. Köszönöm. De most meg kell beszélnünk Miranda születésnapját. Van már valami ötlete a zsúrra? Azt hiszem, idén sajnos nem lesz zsúrja. Pillanatnyilag fontosabb kiadásaink vannak. Jó, de ezzel nem csak Miranda szíve szakadna meg, hanem Humphreyé is. Mert egy bűvésztrükkel készül. Erről van szó. És higgy el, ez egy jól átgondolt terv. Az irodám évek óta hasonló partiútakat tervez. Mi vagyunk a legjobbak. Jó, talán nem a legolcsóbbak, de biztosan a legkomolyabbak. Itt láthatja, hogyan készítjük elő az alapot. Hagyjuk a részleteket, kérem, nem vagyok szakember. Igen, az már igaz. Vagy nem Alexander White-ra szavazott volna. Nem hiszem, hogy azért vagyok itt, hogy letámadjon. Másrészt logikus, amit az előbb mondott, és amit itt olvasok. Miért nem találkoztunk már korábban? Én. Minden esetre köszönöm, hogy mégis időt szakított rám. A nejem barátai mindig számíthatnak rám. Vivian igen érdekes embereket hozott az életembe. Akkor kapok még egy esélyt? Elrendelem, hogy nézzék hát még egyszer az ajánlatát. Részletesen. Visszavonom az Alexander White-ra adott szavazatom. Többet nem tehetek ennél. Többre nem is lesz szükség. Az ajánlatom magáért beszél. Nos, nagyon örventem. Ebédeljünk együtt. Nagyon szívesen. Bármikor. Ha Dr. Brown nem talál semmit, holnap mehetsz suliba. Végre! Halálra unom magam, hogy csak itt ülök. Jó reggelt, Mrs. Milhouse. Jó reggelt, Harry. Jó sok levél jött ma. Köszönöm. További szép napot. Viszont. Egyik se sikerült. Nagyon sajnálom. Ne aggódj emiatt. Találok valamit. Jó, és most irány a rendelő. Utána mindenképp be kell mennünk a játékboltba. Keresnünk kell valami szépet Mirandának, ami megvigasztalja, amiért nem kaphatja meg a babaházat. Már majdnem kész. Hogy? Igen, ha igyekszem, talán épp befejezem. Folytattad a babaházat? Jeffreyvel, de akkor még nem tudtam, hogy... Apa babaházát? Én is láthatnám. Gyere! Itt van, az asztal alatt. Ide rejtettük el. De most nincs itt. De hát ez lehetetlen. Talán máshová tettétek. Dehogy is, mindig ide rejtettük el. Talán valaki ellopta. Ugyan, ki tenne ilyet? Nem vittétek át máshova? Jeffreyhez került, hogy Miranda ne találja meg. Nem, még sosem voltam Jeffreynél. Akkor is fel kéne hívnom Jeffreyt. Hát, ha ő tudja, hogy hova lett. Nem! Nem akarok beszélni vele. Hazudott nekem. Nagyon aranyos. Átnyergeltél az építészetre? Mit akarsz? Tony elmesélte, hogy megismerkedtetek.
Be kell valljam, nagyon ügyes húzás volt. Sikerült lenyűgözned a munkáddal. Mennem kell. Itt akarsz maradni? Tony azt mondta, hogy meghívhatnánk vacsorára. Meg kell, hogy mondjam, szerintem ez tényleg kiváló ötlet. Nagyon csábító. A férjed kimondottan szimpatikus. Biztos jól meg fogjuk érteni egymást. Viszlát, Vivien! Köszönöm, hogy eljött. Arnold elutasította, hogy beköltözzön a házamba. Mint ahogy mondta, túl nagy neki. Nagyon sajnálom. Felesleges. Arnold belátta, hogy túlzó illúziókba ringatta magát. Igen. Arra jutottam, hogy ez esetben kiadom a házat. De egy percig se aggódjon. Alaposan át fogom gondolni, hogy kiköltözzön ide. Aki illik magához és a gyerekekhez. Nem is tudom, mivel érdemeltük ezt ki. De nem akarom, hogy Humphrey elköltözzön. Jó, és miért? Humphrey az én barátom. Az én két kicsi nyuszi. Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Miranda! Boldog szüli napot! Ugye milyen klassz? Nagyon szép bölcső. Miss Pritchettnek és Humphreynak köszönheted. Nagyon köszönöm a szép bölcsőt. Köszönöm, kedves Humphrey. Nagyon szívesen. Közös ajándék volt. Köszönd meg a többieknek is. Még egyszer köszönöm a szép ajándékokat. Mi a baj, kicsim? Azt hittem, hogy megkapom végre apa babaházát. Megígérte nekem. Mindig azt mondta, hogy megkapom a 6. születésnapomra. Tudom. Elnézést, lehetséges, hogy egy bizonyos Miss Miranda Milhouse itt lakik? Igen, ő itt, Miranda. Csomagja jött, kis hölgy. Boldog születésnapot. Kicsomagolhatom? Persze, a tied. Nyisd már ki, engem is érdekel, mi van benne. Az én babaházam! Gyönyörű! Gyerekek, nézzétek csak! Tudtam, hogy apa betartja az ígéretét. Ide nézzetek! Várjon! Mindenképp tudnom kell, hogy ki a csomag feladója. Na, mit szóltok, gyerekek? Ezt nézzétek meg! Igazi lámpákkal! Na hát! Szeretném megköszönni. Miranda annyira boldog. Köszönöm, hogy befejezted azt a babaházat. Az a legfontosabb, hogy örül neki. Igaz. Elköltözöl? Igen, csak béreltem a helyet. Miért akarod tudni? Nem akarom, csak úgy kérdeztem. Akkor megyek is. Pillanat, William! Ha már itt vagy. Mondd csak, te hogy látod, mi van, ha valakinek megígérsz valamit? Be is tartom, egyértelmű. Megígértem egy nőnek, hogy senkinek sem mondom el, hogy... Hát, hogy találkozgatunk. Mert számára fontos, hogy senki se tudjon róla. Ő vezette a kocsit, amikor a baleset történt. Egy nő? Jó, rendben. Ha nem megy másképp, elmondom, hogy ki volt. Megszegem az ígéretemet, hogy visszanyerjem a barátságodat. Nem is akarom tudni. Így is elhiszem neked. Köszönöm. Tényleg elköltözöl? Igen, nagyon érdekes ajánlatot kaptam. Megkapom az új címedet?
amint beköltöztem. Kérem, csak óvatosan. Mehetünk? Igyekeznünk el, mert lemaradunk a kompról. Várjanak! Csak nem mennek el búcsú nélkül. Köszönöm, David. Utálom a búcsúkat. Viszontlátásra. Mindent nagyon köszönök. Kérem, írjon. Ó, én köszönöm. És neked is. Természetesen írni fogok. Remélem, eljönnek látogatóba. Humphrey is nagyon örülne neki. Nem igaz, Humphrey? Indulnunk kell. Rendben van. Induljunk. Viszontlátásra. Miért nem maradsz itt? Istenemre! Nem is rossz ötlet. Na végre. Kíváncsi voltam, mikor nyögi ki végre, hogy nem tud elszakadni Mirandától. Itt maradhatok. Nem szívesen, nagyon nem szívesen, barátom. De mit csináljak egy savanyúképű inassal Itália kék ege alatt? És ki bírja nélkülem? Fogalmam sincs. Ha nem, hamar visszajövök. De jó, anya, Humphrey most már a miénk. Nagyon örülök neki, de tartok tőle, hogy nem engedhetjük meg magunknak. Hát, ugye, a magamfajta bárhol talál állást, nem? Jó utat! Szia, Kate! Szia! William mondta, hogy itt hátul ücsöröksz. Még be nem futnak az új bérlők, elüldögélek a kertben. Már most hiányzik a nénikéd. Én szeretnék mondani neked valamit. Idiótán viselkedtem veled. Nagy hiba volt, hogy kidobtalak. De megbántottam, nagyon megbántottam. Mikor Vivian mesélte, hogy te és Jeffrey Hines egy pár vagytok. Vivian? Mi baj a Viviannek? Szóval így volt. Mivel a képviselő felesége, nyilván senki nem tudhatta meg. Szeretném megkérdezni, hogy nincs-e kedved visszajönni a szállodába. Jeffrey Hines és én ugyan nem vagyunk egy pár, de ez nem jelenti azt, hogy te... Arnold, nem vagyok szerelmes beléd. Persze, én is tudom. Már rég eszembe se jutott ez a házasság. De barátok. Lehetnénk barátokként. Mindig is jó barátomnak tartottalak. És fájt, hogy elveszítettelek. Szerinted másodszor jobban csinálhatjuk? Egészen biztosan. Mindketten felnőttek vagyunk, két. És őszintén szólva született aglegény vagyok. Féltem a gondolattól, hogy hirtelen egy két gyerekes család feje leszek. Anya, anya, ébresztő! Megjöttek az új bérlők! Mi? Nézd csak, a bútorszállító! Előre megyek! Gyere ide! Nagyon aranyos vagy! Okos kutya! Nézd, anya, az ujjaknak kiskutyájuk is van. Mi a neve? Nem tudom. Á, de édes! Na, mi újság? Jeffrey? Jeff? Jeffrey! Na, tetszik a kutyus? Igen, nagyon édes. Boldog évek várnak ránk. Igaz, Humphrey? Humphrey! Az én Humphrey-m! Minden rendben, két. Igen. Most már minden rendben. Magyar szöveg Niklós Kriszta. Hangmérnök Subkégel Sándor. Vágó Mendre János. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.